Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai napon is, a telefonvonal másik végén ezúttal Háfra Noémit, a Ferencváros női kézilabdázóját, aki megint ott van a jelöltek között, a női BL idény álomcsapatának jelöltjei között a legfiatalabb játékosként, és azért mondom, hogy megint, mert ugye tavaly meg tudta nyerni ezt a címet, az, hogy idén is a jelöltek között van, az szerintem egészen fantasztikus, és gondolom te is így éled ezt meg, Noémi. Sziasztok, szia! Igen, én is így élem meg, és nagyon bizakodó vagyok, hogy én kerülhetek ki ezzel pár név közül, de már az is nekem nagyon megtisztelő, hogy jelöltek az álomcsapatban. 21 éves vagy. Azt szokták mondani, hogy előfordulnak olyan esetek, amikor a sikert nehezebb feldolgozni, mint a kudarcot, és persze ez elsőre nagyon furán hangzik, de amikor valaki ilyen fiatalon, ilyen sikeres, akkor ott bizony van mind dolgozni, hogy a későbbi években is még minden a helyén legyen. És azért te megéltél egy hazai rendezésű junior világbajnoki győzelmet Debrecenben egészen hihetetlen körülmények között. A BL-ben játszol nagyon fiatalon, a felnőtt válogatottba bekerültél ennek már 3 éve, tehát olyan sikereid vannak, és olyan élményeket élsz át, ami egészen fantasztikus. Te hogy éled meg, hogy tudod ezt rendezni magadban, hogy hát azért hátra van még itt a sportban legalább 15 év, és egyébként az életben meg legalább 70-80. Az biztos. Igazából az elején nagyon nem fogtam föl, hogy én miket is érek el a csapatokkal, meg amúgy magamból is mit tudok kihozni. Szerint most, hogy így visszagondolva, ez egy nagyon extra teljesítmény. Szóval, hogy most így úgy állok, hogy tényleg, hogy nem tudom átgondolni azt, hogy nekem hogy volt ennyi energiám, ennyi a fáradtságból is mennyi mindent tudtam kihozni, amit most meg úgy érzek, hogy egy kicsit beragadt. Szóval, hogy próbálom most is kiadni magamból, de azért tényleg az a sok siker, azért most egy kicsit fárasztónak jött ki, igaz, most úgymond itt volt ez a rossz időszak, amikor én nagyjából ezt ki tudtam pihenni magamat, szóval egy kicsit azért is volt jó ez. De hogy most kezdem el átgondolni azt is, hogy azok a sikerek azok nagyon jók voltak, és én újra át szeretném élni ezeket mind, most már nem juniorként, hanem felnőttként majd, és hogy például az olimpia az mekkora cél lehetne. Ki az, akivel ezeket a dolgokat az elmúlt években esetleg át tudtad beszélni, aki tudott segíteni az előrelépésben, nem csak ebben a témában, hanem egyáltalán azzal kapcsolatban, hogy te azért nagyon fiatalon élsportoló voltál már, és ezt tervezed a további években, és van-e olyan meghatározó ember az életedben, aki ebben komoly szerepet tölt be? Az anyukámmal nagyon sokat beszélgetek itthon erről. Igaz, ő az elején volt sportoló, még amikor úgymond fiatalabb volt, akkor élte át ezeket a dolgokat, oké, nem magas szinten, hogy ő is benne volt ebben a légkörben, és mint kívülállóként tudott nekem sokat segíteni, hogy mindig a maximumot tudjam kiadni magamból. Itthon is, amikor például egy rossz meccs után hazajöttünk, akkor is magyarázta, hogy mit kell javítanom, és én ezt figyeltem, de most már van barátom, és ővele is ugyanúgy meg tudom beszélni ezeket a dolgokat, és ő is nagyon sokat tud nekem segíteni, de ő mint kézilabdás látja, mint irányító a meccseket, és ő pedig úgy mondja, hogy én hova tudnék jobban helyezkedni, vagy mit tudnék jobban csinálni. Szóval most már egy kicsit úgymond átmentem én is a gondolkozásba, és a türelmet kellett tényleg még megtanulnom, hogy nem jön minden egyik napról a másikra, hanem kell dolgozni. Ugye, amit mondtunk, hogy a sikerek jöttek folyamatosan, és azok úgy tényleg váratlanul értek, mert nem gondoltam, hogy ilyenre is képes vagyok, de most jött egy olyan időszak, amikor egy kicsit úgymond megálltam, és most ugyanazt tudom nyújtani, mint eddig, de hogy én még magasabbat szeretnék nyújtani, de most még nem jön az a nagyobb nyújtás,
hanem igenis türelmesen ki kell várnom, hogy jön egy stagnáló időszak után egy ugrás följebb, hogy én még jobb játékos lehessek. Ebből a szempontból abban a korban is vagy ez a legnehezebb kor minden sportoló életében, amikor tulajdonképpen a junior korosztályból át kell kerülni a felnőtt korosztályba, és abba bele kell erősödni. Szerintem nagyon nagy dolog, hogyha ezt a türelmet te már most 21 évesen meg tudtad tanulni. Mi az, amiben egyébként úgy érzed, hogy amiben a legnehezebb beleerősödni az utánpótlás korosztályból a felnőtt korosztályba? Igazából, szóval, hogy én mint átlövő, ugye át kell lőnöm nagyon sokat. Nekem ugye a nagyobb emberek vannak, úgymond a felnőtteknél erősebbek. Nekem azokon kell úgymond túljárni az eszükön, és ugye a juniornál, igaz, én már amikor junior voltam, nagy rész már játszottam a felnőttek között, meg tényleg azért kispadról úgy sokat szemlélhettem, de hogy igenis ez az átváltás úgymond a jó volt, persze a junior időszakban is nehéz időszak, amikor tényleg stagnáltam, és nem tudtam kilépni abból az árnyékból, amiben én benne voltam, de valahogy onnan ki tudtam lépni, és most meg ott vagyok, hogy megint stagnálok, de hogy igen, ezeken a dolgokon kell látni, hogy fizikálisan kicsit erősebbnek lenni, akkor tényleg a kapusoknak az eszén túljárni, mert azért itt a felnőtt, ugye mond az NB1-ben és a válogatott szinten is nagyon jó kapusokkal találkozunk, és na, ezen kell változtatni, hogy ugye nem a junior kapusokkal találkozol, hanem egy felnőtt érett tapasztalt kapussal például. Noémi, te hány éves voltál, amikor az a váltás bekövetkezett az életedbe, hogy csak a kézilabda töltötte ki a mindennapjaidat? Én 13-14 éves voltam, mert én táncoltam is addig, és utána nekem el kellett dönteni, hogy vagy a kézilabda, vagy a tánc, a mazsorett összem, most így viccesen hangzik, de hogy nekem ott kellett eldöntenem, hogy volt egy nap meccs, és egy nap versenyem. És én elindultam reggel a versenyen egyéni számban, és délután meg meccsre kellett volna mennem. De a táncosok is, hogy azt mondták, hogy ne menjek el, mert dobogóra kell állnom, átvenni az érmemet. És hogy mondtam, hogy a délután meccsem van, szóval nem tudok itt maradni. És mondták, hogy hát akkor kivegye át az érmet, és akkor utána megbeszéltik az edzőmmel, az akkori edzőmmel, hogy akkor jó, maradj ott, vedd át az élmet, de legközelebb ne legyen ilyen. És akkor anyukám feltette a kérdést nekem a verseny után, hogy akkor én mit szeretnék csinálni. És akkor mondtam, hogy anya, én kézilabdázni szeretnék, mert én nekem azt teljesítenék ki az életemet, és akkor onnantól kezdve nagyon is komolyan kellett vennem a kézilabdát, és komolyan is tudtam venni. Az imént komoly célokat is tűztem ki magam elé. Az imént említetted a válogatottat, és itt most beszélhetünk az utánpótlás válogatottról és a felnőtt válogatottról is, hiszen dolgoztál azokkal az edzőkkel, akik ott tevékenykedtek, és én most három nevet kiemelnék ebből. Ugye Golovin Vlagyimirét, aki az U18-al, vagy akivel az U18-ban világbajnokságot nyertetek, és hát az Elek Gábor, Danyi Gábor párost részben, mert ugye Elek Gábor az edződ a Fradinál részben, mert a két legjobb NB1-es magyar edzőről beszélgetünk most. Tehát, hogy érdekelne az, hogy milyen ővelük együtt dolgozni, és ezt azért kérdezem, mert ugye rengetegszer felmerül ez, hogy külföldi edzőkkel, magyar edzőkkel, a szövetségi kapitányi posztra. Milyen a magyar edzőkkel velük, akiket igazán jól ismersz együtt dolgozni? Mik azok a pozitívumok, amiket te ki tudsz emelni a velük való munkából? Kezdeném Vovával. Nekem egy évig volt az MTK-ban edzőm, és én ugye, hát ugye Gábortól kerültem át hozzá, hogy egy évet tudjak NB1-ben játszani, és ami türelem volt hozzám, nekem az nagyon sokat segített, és tanított is ezáltal, hogy én nekem volt egy rossz technikám az átlövéssel kapcsolatban, és nem tudom, ugye hát a Fradiban nem jött úgy ki, hogy én tudjak átlőni,
mert ugye nem kaptam annyi szerepet, de itt a Boba ki tudta belőlem hozni, hogy egy érett átlövő tudjak lenni, és kapjak annyi játékpercet, amit én most már nagyon jól fel tudok használni itt a Fradiban is. Utána ő lett a válogatott edző a juniorban, aminek én nagyon-nagyon örültem. És ott a Boba nagy erőfeszítéssel ki tudta belőlünk hozni, hogy meg tudtuk nyerni ugye a VB-t. Úgyhogy én ezt a pozitívumot látom, és még nem úgy dolgoztam ugye Danyi Gáborral, és ugye Elek Gáborral úgymond most is együtt dolgozok, de hogy én ugye a válogatottban nagyon pozitívat érzek, és szerintem nagyon nagy siker lesz, amit mi ki tudunk hozni majd az olimpiai selejtezőn, hogyha ők maradnának. És Gábor, aki igazából tényleg most is a maximumot tudja kihozni belőlem, és igazából most tényleg így a sikereket, egyéni sikereket tudnám így oda csatolni, amiket ő általa is el tudtam érni, úgyhogy igazából a mindennapi munkáimhoz ő segít hozzá. Nagyon-nagyon jó ezt hallani. Egy utolsó kérdésem van még, mert lassan lejár az időnk. Ugye krízishelyzetnek tekinthetjük ezt az elmúlt időszakot a járvány miatt, ugyanakkor azért majdnem mindenkinek hozott pozitívumokat is ez az időszak, vagy hát nagyon sokaknak. Tehát ki tudsz-e bármit emelni ebből az elmúlt mondjuk 2 hónapból, ami amiatt, hogy le kellett lassulni, amiatt, hogy volt idő gondolkodni, hogy volt idő más dolgokkal is foglalkozni, mint addig, és megváltozott egy kicsit a világ körülöttünk, hogy volt-e bármi, amit te pozitívumként ki tudsz emelni? Én nagyon pozitívumként tudom azt kiemelni, hogy tényleg egy kicsit tudtunk regenerálódni, ezek a stresszmentes időszaknak vége volt egy picit, úgymond nagyon sok volt szerintem a meccs, és még akkor jött volna a java, úgymond a stresszes időszaknak, de hogy egy kicsit le tudtunk abban állni, hogy nincsenek meccsek, és én nekem ez volt a legjobb, hogy regenerálódni tudtam, hogy tényleg nem volt az, hogy megint meccs, megint edzés, megint mennem kell, hanem egy kicsit le tudtam nyugodni, és ezt most így tök motiváltan tudom felhasználni. A másik meg az, hogy beálltam a konyhába, és megtanultam főzni. Oh. Igen, hogy nézem a receptkönyvet, és olvasgatom, és próbálkozom, és már mindenfélét próbálok megcsinálni. Sikerélményeid vannak? Vannak, mert nálunk a családban nagyon úgymond híres a húsleves, a házi húsleves. A nagymamám csinálja a legjobban, utána anyukám, és most én is megcsináltam, és azt mondta anyukám, hogy hát ez most lekörözött mindenkit. Ó, micsoda dicséret! Igen, úgyhogy ebben is egy kis sikerélmény, és nem csak úgymond a sportban is, úgyhogy végre beálltam, mert anyukám is mondta, hogy hát nem hiszem el, hogy már 21 éves vagy, és még mindig nem állsz be a konyhába, azért tényleg, szóval, hogy itthon lakom, szóval meg van főzve mindig, és elém van rakva, de most én úgy gondoltam, hogy ki kell ezt is próbálnom, és hogy beállok a konyhába, és hogy elkezdem csinálni. Persze a barátom által is beálltam, mert ő meg imád főzni. Szóval mondta, hogy gyere, akkor szeleteljünk hagymát, répát, csináljuk együtt, és akkor így már nekem is volt egy kis sikerélmény benne. Nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen pozitívan állsz a dolgokhoz, persze ez azért teljesen normális a te korodban, és miután hallottam, hogy 2 negatív teszt után sikerült a mai napon elkezdeni az edzéseket is, nagyon-nagyon várjuk már mi is itt a Sport TV-nél, és gondolom a szurkolók is, hogy hamarosan majd mérkőzéseken láthassunk benneteket. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és gratulálok a jelöléshez még egyszer. Köszönöm szépen mindazoknak, akik itt töltötték velünk ezt a néhány percet. A viszontlátásra, a viszonthallásra.